Hatalmas biztonsági készültséggel várják Joe Biden megválasztott amerikai elnök beiktatását Washingtonban. Mike Pence leköszönő alelnök csütörtökön este jelentette be, hogy az amerikai hatóságok szavatolják a biztonságot a rendezvényen, hogy Joe Biden és alelnöke Kamala Harris letegye a hivatali esküt. Ryan McCarthy, amerikai védelmi államtitkár, csütörtökön hozzájárult ahhoz, hogy a Nemzeti Gárda 21 ezer tagját Washingtonba vezényeljék az elnöki beiktatással kapcsolatos biztonsági feladatok ellátásához. Egyesek szerint azonban ennél is több, 26 ezer gárdistára lenne szükség, hogy biztonságosan lezárják Washington belvárosát és a Kapitólium környékét. New Yorkból a helyi rendőrség 200 emberét irányítják Washingtonba a beiktatási ceremóniára. A déli Arkansas állam hatóságai, a Nemzeti Gárda 500 tagját, Ohio állam pedig egy 700 fős egységét vezényli az amerikai fővárosba. Ezzel egy időben a szövetségi nyomozó iroda, az FBI bejelentette, már 100 embert vettek őrizetbe a kongresszus épületét ért múlt heti ostrom ügyében. És bejelentették azt is, hogy az FBI mostantól az elnöki beiktatás biztonságának szavatolására készül.